Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Török Lajos vezető elemző a vonalban, jó reggel, szia! Jó reggelt, sziasztok! Na hát odáig láttuk, hogy enyhe pluszban nyitott Európa, hát kitartott-e 40 percig a jó hangulat? Igen, továbbra is jó hangulat van mind Budapesten, mind az európai tőzsdéken, úgy szintén az orosz-ukrán konfliktus, mintha elszerejtődne, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de én úgy gondoltam azért, hogy itt nagyobb mínuszok is lehetnek. Tegnap estére ugye már Amerikát is valamilyen szinten visszavették, és most ha határidős árakat nézzük, ott is azért jelentős pluszokat látunk. Tehát nincs külön újabb információ tegnap estéhez képest, mégis van egy kis megnyugvás, enyhe optimizmus ezek szerint. Hát igen, ugye talán az, hogy a bejelentett szankciók azért Európát eddig talán kevésbé érintik, tehát a tőzsdéket, nyilván azért azt ki kell emelni, hogy ott van ugye az északi áramlat 2, és emiatt a Medvegyev már ugye belengedte, hogy akár duplázódhat, vagy több mint duplázódhat a gázár, biztos, hogy nem lenne kellemes egyébként, de úgy tűnik, hogy ezek az első szankciók inkább tényleg csak próbálják úgy az oroszokat megcélozni, főleg az oligarchákat, hogy az Európának ne fájjon. Aha, kérdés, hogy ez elegendő ahhoz, hogy a konfliktus... Hát ez egy nagy kérdés, ez mindenképpen, igen, hogy itt bármi, ez esetleg elrettentő erejű lenne. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Oroszországban azért közel nem egy Stalin diktatúra van, tehát az oligarcháknak jelentős hatalmi központot képeznek, tehát ha valóban sikerül őket valamilyen módon komolyabban belátásra bírni, akkor lehet, hogy tudnának Putyinra nyomást helyezni. Uh-huh. Ez persze mind csak találgatás. Uh-huh. Oké, okay. Na nézzük a részleteket. Milyenek a számok, igen? Engem bevallom őszintén, a Forage lepett meg, mert repülőrajtot vett, de hát ugye pörög az élet a cégházatáján, most fogják megvenni az Antenna Hungáriát, és jó sok pénzt bele is fetszölnek. Hát ugye aportálják az Antenna Hungáriát, igen, ezt most bejelentették, 8,5%-os pluszban van egyébként a részvény, 60 milliós forgalom lett, 806 forinton kereskedik, és hát tudjuk, hogy nemzetgazdaságilag, nem, bocsánat, nemzetstratégiailag jelentőségű a Forage mostantól kezdve, tehát ez azt jelenti, hogy a GVH, tehát a versenyhivatal nem vizsgálhatja ilyen szempontból a különböző felvásárlásait, érdekes döntés volt ez. Lehetséges, hogy itt az ennek még lesznek majd az EU részéről kifogásolt részei, de most minden esetre ez pozitív a Forage számára. Tegnap meg még esett, ugye? 4%-ot, hogy mennyit? Igen, ennyi minuszban volt tegnap, igen, még ez akkor még nem volt tudott. Tehát akkor ez tegnapi zárás után érkezett hír, és akkor igen. Pontosan, igen. Jó, blue chipek? Blue chipek egyébként picit vegyes képek, de összességében azért pozitív, az OTP van a legjobb erőben, itt 1,7%-os plusz látunk, 1800 millió forintos forgalom mellett, 1569 forinton kereskedik a papír, a MOL minimális mínuszban 2560 forinton, a Richter pedig 0,8%-ot emelkedett 7910 forintra. Ugye a Telekom ma fog jelenteni, epekedve várjuk a számokat, zárásban fogják közzétenni, most 426 forinton a részvény. Uh-huh. Hogy bírja a forint? A forint, köszöni szépen, nagyon jól van, mondhatnám röviden. Tegnap a kamat döntőülésen végül is nem történt meglepetés, még kicsit agresszívebb lépést vártunk az MNB-től, de ez sem rendítette meg a forint piacát. Egy euróért 55 forintot és 25 fillért adni, míg egy dollárért 313 forintot és 22 fillért. Egyik sem számít jelentősebb elmozdulásnak, az euró-dollár kereszt pedig 1 dollár és 13,41 cent. Az se okozott semmiféle fennakadás problémát, vagy árfolyamváltozást, hogy a jegybank alelnöke egy hát finom merész, illetve durva inflációs adatot mondott be, tehát hogy később jöhet el az inflációs csúcs, magasabban tetőzhet, ez nem okozott semmi galibárt ezek szerint? Nem, a forint piacán nem látszódott ennek a hatása. Egyébként, ha lefordítjuk, ugye ez forint erősítő lehetne akár, hiszen ez azt jelenti, hogy tovább nyúlik el a kamatemelési ciklus, tehát az év másik felében is kamatemelésekre lehet szükség. Mindenesetre az MNB 8,5%-os inflációs csúcsot vár, akkor azért sajnos lehet, hogy fel kell készülnünk a kétszemélyi inflációra, ami azért egy elég nagy lélektani hatás is lehetne. De mondom, a forint szinte változatlan, nyilván azért közben van egy orosz-ukrán konfliktus, ami enyhén negatív irányba lökheti a jegyzést. Uh-huh. Oké. Okay. Lajos, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát! Köszönöm nektek is, sziasztok! Szia, szia! Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.